Hogyha úgy telik el az a 4-5 év, hogy szenvedtek, csak a tanulással szól minden, az azért nem jó, várjatok be. De hogyha úgy telik el, hogy jól érzitek magatokat, jó minden, akkor szerintem nem panaszkodhattok. Egy jó tanács a sok közül, amit nem a középiskolák pályaválasztásért felelős tanárai, hanem volt gyakorlós általános iskolások osztották meg a tanoda által szervezett nyílt napon. Itt a volt általános iskolás tanítványok szigorúan magánemberként osztották meg középiskolás tapasztalataikat a 7.-8. osztályosokkal. Én azt gondolom, hogy a gyerekek kíváncsiak arra is, hogy milyenek a hétköznapok egy iskolában. Éppen ezért az életvezetési tanoda arra gondolt, hogy gyermekeknek, gyermekektől egy pályaválasztási, iskolaválasztási fórumot szervez, ami igazából nem is fórum, hanem inkább egy beszélgetés. Mivel a tanodánknak a legtöbb diákja a gyakorlóiskolából kerül ki, úgy döntöttem, hogy a volt gyakorlóiskolás gyerkőcöket hívom vissza, akik Eger különböző középiskoláiban tanulnak jelenleg. Eger szinte minden középiskolája képviseltette így magát, a volt gyakorlós diákok azt is elmondták, ki miért választotta az adott oktatási intézményt, és mennyire elégedett a választásával. Minden súlynak megvan az erőssége és a gyengesége. Én a Szilágyit azért választottam, mert úgy tudtam, hogy nagyon jó a biológia és a kémia. Én ebben az irányban is szeretnék tovább menni, így biológia és kémia fakultációt is választottam, és ezzel maximálisan meg vagyok elégedve. Itt is sokkal, hogy mondjam, itt is pozitívan csalódtam az iskolában, tehát nem vártam tőle ennyit, és mégis nagyon-nagyon magas szinten kapjuk meg az anyagot. Az általános iskolások többségének már most határozott elképzelése van a folytatásról. Szüleim nagyon támogatóak ebben a témában, mindenképp úgy gondolják, hogy amit én választok, vagy amit nekem szimpatikus, oda megyek, és abban fognak támogatni. Szóval ebben igazából én fogok nagy részt dönteni. De hát én inkább humán beállítottságú vagyok, de emellett úgy gondolom, hogy nagyon fontos a nyelv. Sokan alapnak gondolják azt, hogy valamilyen nyelvet jól elsajátítsanak. Ez egy nagy döntés, mert ezt fogom tovább vinni az életben, ezt, amit most tanulok. És szerintem ugye az angol az egy rengeteg, tehát egy nagyon sokágú dolog, ezzel rengeteg dolgot lehet kezdeni. Főként ezért is, meg a nyelv szeretete miatt fogom ezt választani, de nehéz volt ez a döntés mindenképpen. Az életvezetési tanodának ez volt az első ilyen középiskola választást segítő rendezvénye.